2016 óta nyújt találkozási és bemutatkozási lehetőséget a horvátországi magyar gyermektánc csoportoknak, a Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület által életre hívott gyermek, dal és táncfesztivál. Az idejére is számos egyesület fogadta el a meghívásukat. Az Árpád-kori településre 3 megyéből érkeztek csoportok. A rendezvény arra ösztönzi az egyesületeket, hogy tovább tevékenykedjenek a népi értékek megőrzése érdekében, és bizonyítéka annak, hogy a Horvátországban élő magyar gyerekek körében még mindig van érdeklődés a tánckultúra iránt. A Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület 2009-ben alakult meg, és ma már népes gyermektáncsoporttal büszkélkedhet. Számos nagy sikerű rendezvényt tartanak, és kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre. A kórógyi gyerekek most is 3 korosztályban tanulják a magyar néptánc hagyományokat. Az elsők között voltak, akik gyermekfesztivált szerveztek, bemutatkozási lehetőséget biztosítva ezzel a horvátországi magyar egyesületekben tevékenykedő kis táncosoknak. Igazán a cél az egésznek az volt, hogy a gyerekek ismerkedjenek, barátkozzanak. Láttuk, hogy a Magyarság Egyesületében nagyon sok a gyerek táncsoport, eléggé kevés volt nekik a bemutatkozási lehetőség, úgyhogy szerintem Kórógyon kezdődött az egyik gyermekfesztivál, aminek föl van a hagyománya. Így a tavaszi napokra tettük, mivel még ilyenkor kevésebbek a rendezvények, őszkör ugye tudjuk, hogy nagyon sok a rendezvény, úgyhogy minden évben 9-10 egyesület jelenik meg nálunk, idén is 8 fellépő van. Hát ez igazán az egyesületnek ez egyik nagyobb rendezvénye, másik nagyobb rendezvénye, ami ősszel van, a Kárpát-medencei Magyar Zenészek Találkozója, de még vannak azért ilyen kisebb rendezvényeik, amilyen falu szinten, advent, családi nap, farsangi hagyomány, májusfaállítás, meg egész évben keresztül ugye a kézműves foglalkozás van, amit igazán úgy szokjuk mindig beállítani, hogy a magyarországi nemzeti ünnepek alkalmából szokunk csinálni kézműves foglalkozásokat. Az esemény résztvevőit Jankovics Róbert magyarságunk parlamenti képviselője, a HMDK elnöke, dr. Császár Zoltán eszéki magyar konzul, Davorádzsics a tordincei járás előjárója, és Márko Vukolics Vukovár Szerim megye zsupánjának a küldöttje is üdvözölte, akik köszöntőjükben elismerően szóltak a Kórógyi Egyesület munkájáról. Mindig nagy öröm számomra a Kórógyra jönni, hiszen nem csak ezeket a gyönyörű, szép gyermekeinket tudom látni a színpadon, hanem azt is láthatjuk, hogy az utóbbi 10 évben mekkora fejlődése mehetett át ez a település, hiszen nem csak ez a kultúrotthon, nem csak ez az udvar néz most már ki úgy, ahogy ennek ki kell néznie, hanem innentől pár méterre megépült az új magyar óvoda, és innentől nem messze épülni fog az új sportcsarnok is. Az esemény jól mutatja, hogy a HMDK egyesületeiben jelentős munka folyik. Mindehhez persze szükséges az is, hogy a szülők fontosnak tartsák, hogy gyermekeik megismerkedjenek a magyar nemzeti és kulturális értékekkel, és ne csak ápolják a hagyományokat, hanem használják is anyanyelvüket. Hát a mai időben ez nagyon fontos, sokkal fontosabb, mint valamikor volt. Sajnos olyan idők jöttek, hogy a magyar családokban mind kevésbé halljuk a magyar nyelvet, halljuk a magyar éneket. Ugyanúgy nincsenek annyira ilyen magyar hagyományos bálak, összejövetelek, ahol a gyerekek a magyar éneket és a magyar zenét hallanák. Úgyhogy ez az egyedüli alkalom, ahol a gyerekek a magyar nyelvet, a magyar zenét többször hallják, és ezzel nőnek fel.
mert az a fontos, hogy a gyerek ezzel nőljön föl. Hogyha ezzel fölnől, akkor utána már fiatal korában sokkal könnyebb része lenni a mi magyarságunknak, sokkal könnyebb magyar éneket énekelni, és érezni, hogy ez a tied, és magyar táncot táncolni. A táncfesztiválon a gyerekek bemutathatják egész évi szorgalmas munkájuk eredményét, a TAPS pedig biztatás nekik, hogy érdemes kitartóan dolgozni. A házigazda Kórógy Hagyományőrző Egyesület táncosai mellett a Szemlén, a Pélmonostori HMDK Csillagocska táncegyüttese, a Szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület csoportja, a Várdaróc Magyar Kultúregyesület Gerle gyermektáncsoportja, a Csúzai Jókai Mór Kultúregyesület Hajnal Csillag gyermektáncsoportjának a tagjai, a Nagypiszanicai Magyar Szervezet táncosai, valamint egy bosnyák és két szlovák kisebbségi táncegyüttes mutatkozott be. A rendezvényt a Zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásából valósították meg.